A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. A ma este a klasszikus zenéjé. Utóvégre lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út, de mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mint a sivatagon menne át, hanem virágos kerteken. Ez Kodály Zoltán gondolata. Azt hiszem, hogy ez egy jó felvezetése, hiszen egy olyan ifjú hölgy a vendégem, egy varázslatos ifjú hölgy, aki az Alba Regia Szimfonikus Zenekar fuvolaművészeként nagyon sokat tehet azért, hogy valóban virágos kerteken járjunk mi zenekedvelők, és ő maga is. Vendégem Menyhárt Eszter fuvolaművész. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Üdvözlöm, és köszöntöm a nézőket én is. No, hát a beszélgetésünk apropója nem más, mint hogy a Pozsonyi Nemzetközi Fugola versenyen egy fantasztikus sikert értél el, második helyezést a 30 év alattiak kategóriájában, és hát akkor nekünk, én úgy gondoltam, hogy meg kell tudnunk a kezdetektől, hogy mi minden történik egy ifjú hölgyel, amikor elkötelezi magát a klasszikus zene mellett. Ahogy olvastam, 4 éves korodban ismerkedtél meg a hangszerekkel. Ezt a történetet hadd halljuk. Jó, ez egy nagyon jó történet. Ez úgy történt, hogy egy bazárban rákötöttem magamat egy rózsaszín csillogós furujára 4 évesen, és az anyukám azt mondta, hogy jó, akkor ezt most elvisszük haza, de csak azzal a feltétellel, hogy akkor megtanulunk rajta játszani. És az én édesanyám szerencsére egy nagyon kreatív asszonynő, és ő volt az, aki megtanult miattam furujázni, előtte még nem foglalkozott ilyesmivel. Elment egy hangszerboltba, vett magának is egy hangszert és kottákat, és abból megtanult furujázni, és ezt én ilyen szembe állt velem, és emlékszem, hogy így szemből vettük le egymás mozdulatait, és úgy tanultam én meg furujázni. És ez ennek kapcsán jött az, hogy akkor anyukám beiratott egy zeneiskolába már az óvodában, a faluban, ahol felnőttem, Jakabszálláson, és hát így indult el ez az egész. Hát elindult a jakabszállási csoda. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyorsan kiderült, hogy a tehetség az létezik és van, és tovább kell fejleszteni, tehát irány Kecskemét. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan mondhatják el magukról, hogy a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában nőttek fel. Mi mindent lehetett ott megtanulni, hiszen az alap önmagában már a névadó okán is, és azért hoztam, citáltam ide ezt a Kodály idézetet is, nagyon sokat. Kik voltak azok a pedagógusok, tanárok, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy szintet lépj? Hát ugye elsősorban én a hangszeres játék miatt, tehát a hangszeres játékom fejlesztésére indultam el Kecskemétre, és emiatt ugye meg kell említenem még korábban Lukács János tanár urat, akit még Jakabszálláson tanított engem, de ő is tanított korábban a Kodály iskolában is, és viszont az első tanárom a Kodály iskolában, ugye ott a zeneiskola egybe tartozik az intézménye, Szoran András volt, aki végig kísért engem az általános iskolában, a zeneiskolában, a fuvolás kereteken belül, és hát egyébként ugye ez egy énekzenei iskola, az első az országban, és hát csodálatos dolog volt számomra az, hogy én heti 5 nap énekelhetek, és ugye ez egy olyan dolog volt, amit előtte egy kisebb közösségben nem tudtam így megtapasztalni, és hogy heti 5 énekóra. Viszonylag sok pedagógussal találkoztam, hiszen elég hosszú ideig jártam én oda, de hát aki meghatározó volt mindenképpen Durányik László, akinek a kórusában is énekeltem, ugye a Mirákulum gyermekkórus az is nagyon nagy szerepet kapott minden héten, azt hiszem 2 óra, és van még egy péntek délutáni próba is, ami nagyon fontos az iskolának is, és nekünk is az volt.
És hát nagyon fontos nekem még a szakközépiskolai része ennek az egésznek. Mi volt a folyamatos fejlődés záloga azon túl, hogy azért mindig ott volt a hangszer, a társak és azok a pedagógusok, akik hittek a fiatal növendékben? Ez így együtt? Hát ez az egészet? Ez így együtt. Az egy olyan közeg, ahol nem volt kérdés, hogy erre minden lehetőség adott. És igazából csak a saját elszántságomon múlt az, hogy én élek ezzel a lehetőséggel, vagy pedig sem. És a szüleim támogatásán egyébként. Tehát én azt tapasztalom manapság, hogy a gyerekeket már nem terelgetik úgy ezzel kapcsolatban is, hogy nekem édesanyám igenis vállalta a felelősséget, hogy már pedig rendesen és áthatóan foglalkozzunk a zenével, ha már egyszer elkezdtük, ha már tényleg ekkora tehetséget lát ő is, és lát a környezetem is, és ez egy nagyon, nagyon, hát igen, tehát édesanyám azért nagyon meghatározó ebben az egészben, és az az egész közeg, amit az iskola adott, az egy ilyen mindenre felkészítő, tényleg. Tehát fontos, hogy napról napra megerősítést kapjon a fiatal is. Így van. Annak tükrében, hogy a későbbiekben ezt az utat válassza, hiszen azt gondolom, hogy a tehetség és a szorgalom így ennek a kettőssége azért eleve elrendelés volt, hogy a középiskolában szintén Kecskeméten, és természetesen mi más lenne, mint Kodály Zoltán, róla elnevezett szakközépiskolában, ott már megint az volt az alap, hogy szintet kell lépni napról napra. Így van. Ez egy elég nagy betegsége és egy nagyon nagy előnye is ennek a szakmának. Én azt gondolom, hogy a maximalizmus és az állandó előrelépés és fejlődni vágyás az nagyon jellemez minket. Ki volt a Kodályban, mármint a középiskolában az a tanár, aki sokat segített ebben, az már mint az előrelépésben? Hát mindenképpen Dracsainé Berényibe a tanárnő, akihez ugye a főtárgy órákra jártam, ő ugye fuvalázni tanított engem. Vele mai napig kapcsolatban állunk szakmai kérdésekben is, és egyéb beszélgetéseket is szoktunk folytatni. A középiskolában már tágult a repertoárod? Általában ez ugye így van, tehát ugye a lépésről lépésre haladva beszéltünk erről. Voltak-e fiatalként olyan kedvenc zeneszerzőid, ami egy fuvolista számára alapvetés? Ez egy nagyon nehéz kérdés a fuvola repertoárnál, mert azért egy fiatal, meg egy laikusabb ember szereti a dallamosabb zenét, a romantikus dallamokat, és a fuvola repertoárban a romantika nem igen bővelkedik. Ez adódik a hangszernek a fejletlenségéből, az akkori fejletlenségéből, és hát természetesen voltak kedvenc darabjaim, voltak kedvenc, de hogy konkrét zeneszerzőm nem volt kedvenc, nem tudom azt mondani, hogy Mozartot én nagyon szerettem, mert Mozartot nem játszunk még abban az életkorban, mert egyszerűen nem is lehet megérteni, és nehéz is egyébként technikailag, amit leírt, és hogy nem volt egy ilyen konkrét zeneszerző, voltak nagyon szuper, nagyon, nagyon élménydús darabok számomra is, de konkrét zeneszerzőt nem tudok mondani. És hát Budapest, nyilvánvaló, hogy a kecskeméti középiskolás évek azért megerősítettek mindabban, hogy ez lehet a jövőd, és volt egyébként konkrét jövőképed, mármint, hogy egyetem, és akkor utána majd mi történik, mielőtt, hogy az egyetemről beszélnénk? Én nagyon szerettem volna tanítani már középiskolásként. Tehát, hogy tudtam azt, hogy én tanítani szeretnék majd, és tudtam azt is, hogy nagyon szeretek közösségben zenélni. Ezen kívül konkrét tervem nem volt. Az volt a szemem előtt, hogy engem fel kell, hogy vegyenek a Zeneakadémiára, és ez szerencsére meg is történt. Így is történt. Azok viszont egy olyan évek, amelyek meghatározzák a későbbi időszakot is. Miként élted meg? Egy nagyon, nagyon impulzív és nagyon nehéz időszaknak éltem én meg az egyetemi éveket. Azért, mert igazából az első évben még csak ismerkedtem az egésszel, a rendszerrel, a várossal, az itteni élettel, budapesti élettel, és
azért ezt egy tanyasi lány nagyon nehezen, vagy inkább mondjuk úgy, hogy én azt gondoltam, hogy én rövidebb idő alatt fogok tudni aklimatizálódni, és azért eltelt egy pár hónap, mire úgy tudtam fölkelni, hogy jó, itt az én helyem. És ezen kívül ugye a Zeneakadémia, vagy ezzel együtt a Zeneakadémia pedig egy hatalmas elvárás, egy hatalmas presztízst is jelentett, és ez egy újabb malma volt annak, hogy újabb fejlődés, még többet, még több gyakorlás, még több eredmény felmutatására ösztönözzön engem. Kik voltak a mestereid, hiszen nagyon-nagyon fontosak, hiszen az egyetemen, értelemszerűen a Zeneakadémián már stíluskorszakok szerint is meg kell tanulni a fuvola irodalom legértékesebb darabjait, és ez mind-mind egy-egy olyan lépcső, amit meg kell lépni ahhoz, hogy a diploma után valaki teljes értékű fuvola művészként mondhassa azt, hogy igen, oda szerződöm, ahova hívnak, és megbecsült tagja leszek a zenekarnak. A főtárgytanárom dr. Orosz Veronika, ő volt az, aki 5 éven keresztül engem a Zeneakadémián terelgetett, és tanított, és nem sajnálta türelmét, és idejét, és tudását rám áldozni, de meg kell említenem még dr. Termes Rita tanárnőt is, aki a korepetitorunk volt a tanszakon, és én rengeteget tanultam tőle. Több olyan tanár is van, aki még nagyon meghatározó, kamaratanárok. Én még jártam Devics Jánoshoz, fantasztikus élmény volt egy évig, csak egy fél évig, talán egy szemesztert jártam hozzá, igen. Antal Mátyás tanár úr, fantasztikus zenekari próbák és fantasztikus kamaraórák társulnak hozzá az én emlékezetemben. És én azt gondolom, hogy a Zeneakadémián az elmélettanítás is egy olyan szintet üt meg, ami azért egy kifejezetten használható és kifejezetten élvezhető. Én nagyon szerettem a zenetörténet órákat, a zeneelmélet órákat Madarász Ivánnal. Zenetörténet óránk ugye mindig kicsit mással volt, minden évben változott, és nagyon-nagyon jó professzorok sorakoznak fel az elméleti részen is, úgyhogy én ezt nagyon nagy élménynek. Én nagyon szerettem bejárni ilyen órákra is. Hát az oktatói attitűd azért meghatározza a tanítvány is. Mindenképpen a tanítvány további életét, tehát nyilván nem adtad fel azt az álmodat, gondolom én, hogy majd a később oktas, taníts. Így van. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a diploma után egy nagyon-nagyon fontos döntés előtt áll minden egyes fiatal zenész. Nálad hogy történt? Tehát nyilvánvaló, hogy a tehetséged okán azért voltak ajánlatai bőségesen. Tehát menjünk el, 2019-ben nem volt az olyan túlságosan régen. Így van. Hát ugye 2019-ben történt, hogy én lediplomáztam. Április 29-én volt a diplomakoncertem a Zeneakadémián, és pár napra rá volt május 14-én volt, azt hiszem, a próbajáték itt a Fehérvári Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál, és én eljöttem erre a próbajátékra, de őszintén szólva nem vártam tőle semmit. Egyszerűen gyakorláskép, helyzetgyakorlatképpen tekintettem erre az egészre. Úgy gondoltam, hogy hát én még itt 21 évesen nem vagyok erre alkalmas feltétlenül, és arra, hogy nem is a zenekari munkára, hanem hogy egy jó próbajátékot én le tudjak hozni. És hát sikerült, és nagyon nagy meglepetés volt számomra is, amikor továbbjutottam az első fordulón, és utána, amikor kimondta a Major István a nevemet, hogy felvettek, akkor ez egy hatalmas meglepetés, és egy nagyon nagy öröm volt természetesen, mert azért fuvolistaként Magyarországon én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk van. Nagyon sokan vagyunk, és nagyon-nagyon sokan vagyunk, nagyon jók. Tehát ez egy csoda pillanat. Igen. Ahogy Utasi írná ezt, ingyen idő májusi potomság csillagerővel nyílnak a rózsák, és valóban kinyíltak neked. Melyek voltak az első tapasztalataid, hiszen nyilvánvaló, hogy nem jakabszállásról indulva, de utána Kecskemét Budapest érintésével valahogy otthonra kell találnod a Fehérvári Szimfonikus Zenekarban is. Milyen volt az első időszak? Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon mély víznek éreztem.
nem volt meg az eszköztáram akkor még arra, hogy hogy kell egy ilyen munkahelyen megfelelni, hogy mik azok az eszközök, mi az a felkészülés, amit ez igényel. És hát na, a legközepébe vetettük magunkat, az első projektem egy Mahler szimfónia volt. Igaz, csak negyedik fuvolával, de és pikolóval, azért nálam ugye a váltó hangszer sem elhanyagolható, az is egy külön hangszer, és egy külön technika, és egy külön tudást igényel. És hát én nem is emlékszem igazából, hogy sikerültek azok a koncertek, mert én annyira görcsben és stresszben voltam, hogy úristen, csak be tudjam játszani azt a két ütemet, amikor kell. És hát aztán ez így szépen lassan oldódott, és most már teljes kényelemmel tudok beülni a próbákra. A koncerten van még egy kis drukk, és szerintem ez teljesen normális, ez és van, remélem, hogy marad is, igen, mert azért van, ez sokat tud segíteni. Így van, a sportolóknál is, a klasszikus zenészeknél nem különben, én azt hiszem, hogy ez fontos is. Ez tulajdonképpen megtisztelés nekünk, zenerajongóknak. No, és milyen volt az utad itt Fehérváron? Hiszen ez egy különleges pillanat, most már, ha visszatekintünk, ugye négy esztendeje. Igen, hát én azt gondolom, hogy egy viszonylag egyenes és felfele tartó. Rengeteget fejlődött a zenekar, mióta én itt vagyok, azban az utóbbi négy évben, én azt látom. Szerintem nagyon nagy szerencsénk van, és nagyon nagy hálával tartozunk Dobszai Péternek, aki összefogja a zenekart. És ha azt nézzük, tehát a repertoár is jelentősen változott, hiszen bejött a kortárs klasszikus, igen, és a kortárs, tisztán és világosan elkülöníthetően, és megmaradt a klasszikus, mert hogy anélkül nyilvánvaló egy szimfonikus zenekar nem létezhet, és a zenerajongók sem, teszem hozzá. Ez mennyiben érinti a fuvolistát, hogy egyre több a kortárs klasszikus is, illetve a kortárs darab? Én ezeket nagyon élvezem, ezeket a kihívásokat. Ezek hatalmas kihívások, egy-egy ilyen Ötvös Péter darab megvalósítása. Akár szimfonikus zenekarral, akár kamaracsoporttal, nagyobb kamaracsoporttal dolgozunk. Ezek nagyon nagy kihívások, mert a kortárs zene nem csak a zene határait feszegeti, hanem a hangszerek határait is állandóan próbára teszi. És volt olyan alkalom egy Ötvös Péter darabnál, amikor három hangszert cserélgettem, mert annyit kellett váltani, és én ezeket a kihívásokat rendkívül élvezem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos megtalálni a kortárs zenében is az értékeket, mert hogyha keresi az ember, akkor igenis van, és a laikus fülnek nehezebb ezt meghallani. Ezzel teljesen egyetértek, én viszont nagyon jól érzem magam ebben a kortárs klasszikus és teljes mértékben kisebb-nagyobb kamaracsoportokra írt, akár a Dobry Daniel által írt darabokban. Szerintem egy fantasztikus dolog, hogy erre törekszik a zenekar, hogy ezt egyre szélesebb körben népszerűsítse. Igen, én is azt gondolom, hogy az elmúlt időszak azért bizonyította, hogy meg lehet honosítani a szimfonikus zenét bármely városban, értem alatt a Székesfehérvárt is, kicsit másként, ha úgy tetszik, hiszen itt van a Kérdezd a zeneszerzőt, Kérdezd a karmestert, a Szent István Művelődési Ház, illetve a nagyzenekari koncertek a Vörösmarty Színházban továbbra is. Ez mekkora kihívás egyébként, hogy azért meglehetősen tág a repertoár egy fuvola művésznek? Azt tudom mondani rá, hogy nagy kihívás, de szerintem ez nem csak egy fuvola művésznek nagy kihívás. Zenekari zenészként azért van akkora szerencsénk, hogy nem vagyunk egyedül. És ez azért ad némi mozgásteret, tehát hogyha az ember nem tud tökéletesen egy stílusban belehelyezkedni, akkor sincs feltétlenül akkora probléma, mint hogyha egyedül állna ki, és nem annyira szembetűnő. Ellenben azt gondolom, hogy ezért tanultunk mi a Zeneakadémián, azért rengeteg zenésztársam fantasztikus egyetemekről, akár külföldről, akár belföldről érkezett a zenekarba, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan lépcsőfok, amit meg kell tudni oldani egy komoly zenésznek, amit meg kell tudni lépni, és fel kell tudni hozzánőni, hogy minden műfajban
ha nem is a tökéleteset, hiszen mindig lesz tökéletesebb. Most nagyon nagy divat, ugye ez a historikus zenélés a barokk zenében. Ez is egy kérdés, hogy hol van ennek a határa, hogy hol kellene ezt meghúzni, hogy mi az, ami, hogy ez egy külön műfaj egyáltalán, hogy érdemes-e. A Máté Pasióban például blokkflőte szóló is van írva, és azt ugye fuvolával szoktuk játszani manapság már, de van természetesen, ahol autentikusan próbálják ezt előadni, és ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy hol van ennek a határa. Én azt gondolom, hogy azért meg lehet állni a helyét az embernek egy ilyen szituációban kellő felkészüléssel, és szerintem meg is szoktuk tudni. Igen, és mindig van egy következő lépcső. Igen. És itt most kezdjük, akkor látogassunk el Pozsonyba. Hogy zajlik egy ilyen felkészülés? Hiszen az egy ilyen megmérettetés az egy valódi kihívás minden, én azt gondolom, hogy minden zeneművész számára. Hát ez így van, talán a legnagyobb kihívás. Annak ellenére, hogy előtte ugye ezt tanultuk sok-sok éven keresztül, hogy szóló darabokkal foglalkoztunk. Hát az első és legfontosabb dolog az, hogy az ember elhatározza, hogy elmegy egy ilyenre, és hogy megkeresse azt. Azért van több lehetőség, ami nem túl nagy ugrás, nem elérhetetlen cél a számára, és sikerélményben is gazdag lehet akár. Egy felkészülés mindig nagyon-nagyon sokat segít, egy ilyen versenyfelkészülés a szakmai fejlődésben, tehát kárba nem vész semmilyen szempontból, viszont azért szerintem nagyon fontos, hogy az embernek sikerélménye legyen egy ilyen helyen, akár magához képest, akár másokhoz képest is. A tudósításokban olvastam, hogy 19 induló volt, és a magyarokon kívül ukrán, dán, holland, csehország, Japánból és Németországból is ott voltak a kategóriában. Azt hiszem, hogy ez a megmérettetés tulajdonképpen bizonyíték arra, hogy a fuvola művészet a világon mindenütt rendkívül népszerű. Ennek tükrében milyen darabokat választottál? Ezen a versenyen elég sok volt a kötelező, vagy pedig a kötelezően választható mű. Itt az első fordulóban rögtön két kötelező művet kellett előadni, és nem lehetett közülük válogatni. A második fordulóban voltak ilyen blokkok, föl volt sorolva két blokkban 10-10 mű, az egyikben szonáták, a másikban karakterdarabok, és azok közül kellett választani. Na most én kiválasztottam mindegyikből a legnehezebbet. Úgy voltam vele, hogyha már versenyre megyünk, akkor halud már legyen kövér, és akkor én szerettem volna a legnehezebbet. Ez egyébként is jellemző rám általában, hogy akkor minél nehezebb, annál jobban tudom élvezni a felkészülési folyamatot is, és hogy minél több dolgot tudok benne megoldani, annál jobban inspirál ez engem, és annál jobban visz előre. Az utolsó fordulóban pedig hát ugye a két versenymű ott az is egy kötelező anyag volt, nem lehetett válogatni, de egy két csodálatos versenymű egyébként, nagyon nagy kedvenceim. Megerősítést jelentett, amikor a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarával is felléphettél, hiszen a győzteseknek ez is egy plusz külön jutalom volt. Így van, abszolút. Ez egy akkora élmény egy zeneművésznek, hogy ott áll mögötte, vagy ott ül mögötte egy sok fős, egy 40-50 fős szimfonikus zenekar akár, hogy azt én nem tudom, nem is tudom leírni, nem is tudom szavakba foglalni, hogy ez mekkora csodálatos dolog, hogy az energia, amit ez a sok ember ott mögöttem a színpadon képviselt, az így áradt, és az átjárt engem is, és az ment kifele a közönség felé, és hogy együtt zenéltünk, és folyamatos kontaktban voltunk, és én ezt rettentően élveztem. Az utolsó forduló az, én szerintem egy versenyen már mindenkor jutalomjáték, mert én azt gondolom, hogy annyira szubjektív tud lenni a megítélése a művészetnek, és ez nyilvánvalóan a zeneművészetben is a zsűrinek joga van a saját véleményéhez. És azért itt egy elég népes zsűri volt, heten voltak talán, és azért azt nagyon nehéz volt szerintem összeegyeztetniük, hogy mi legyen a végeredmény, de hogyha az ember eljut egy utolsó fordulóba, egy döntőbe, szerintem az egy akkora jutalomjáték, és hát főleg így, hogy egy nagy zenekari műsorral lehetett kiállni, csodálatos volt, és nagyon jó volt együtt dolgozni a zenekarral.
követtek, a karmester rendkívül figyelmes volt, pontosan tudta, hogy mik azok a helyek, hogy hol kell figyelni rám, hogy fogunk tudni mi jól együtt zenélni és jól együtt dolgozni. Fantasztikus élmény volt. A siker, tehát mondom én, tovább lépésre sarkal, hiszen olvastam, hogy most rövidesen Tamperébe készülsz Finnországban, és lesz egy verseny, ami azt hiszem, hogy még inkább meghatározó, abban az értelemben feltétlenül, hogy a világ leghíresebb fuvolásaiból álló zsűri előtt bizonyíthatod a tehetségedet, illetve annál most már többet, a tehetség az már réges-régen kiderült. Ez így van. Azért ideig még el kell jutni. Itt még januárban lesz egy videós forduló, amit ugye fel kell vennünk, be kell küldeni, és akkor az alapján a zsűri dönt, hogy az élők fordulóba, a két élő fordulóba meghívnak-e. És hát igen, Denis Burjakov lesz a zsűri elnök, és ez azért lenne egy újabb kihívás. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy ilyen rangos zsűrivel mennyivel másabb a megítélése egy-egy műnek. Kis részben lesz csak hasonló a repertoár, amit viszek Tamperébe, hogyha sikerül. Ott is elég sok a kötelező mű, és olyan egyedi dolgokat kérnek, amiket máshol nem feltétlenül. De nagyon-nagyon nagy izgalommal állok ennek elébe. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat lehetne. Bizonyos vagyok benne, hogy utána is fogunk találkozni és a sikerről beszélni, mert hogy, ugye, és hadd búcsúzzam megköszönve, hogy megtiszteltél bennünket, a Cserpakovics András polgármester úr egy gondolatát, hiszen azt hiszem, hogy ez összefoglalja mindazt, amit én is tudnék kívánni. Mennyhárt Eszter története is jól jelzi, hogyha az tehetség és a szorgalom párosul, abból mindig remek eredmények születnek. Ennek tükrében köszönöm, hogy megtiszteltél még egyszer, és kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. A fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Mennyhárt Eszter fuvola művész volt. Köszönöm, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.